Sziasztok emberek! Én Zsida vagyok, és itt van velem kezdéve Csücske! És most pedig elkezdjük a vadonatúj Survivor, nincsen PvP! Na, ugye mondtam én már, de te nem tudsz róla, de én már mondtam, egy még meg nem vágott videóba, hogy akarok egy új Survivor sorozatot kezdeni, és most ezt elkezdjük, és Dave. Mi van veled, Dave? Szólaljál már meg. Nem ment a hang, vagy mi van most? Meghalt! Dave, nincsen többet! Dave, miért teszed ezt? Ne! Virág, örök emlék, barátságunk jeléül. Na, izé. Megoldottad? Várjál, mert most még én nem hallok. Ja, jó, az más. Oké, okay, most már hallok. Jó, szóval... szóval technikai problémák elhárítva, jó, azt mondom, hogy jó vagyok, eddig annyit mondtam meg, hogy elnézést a csuklásért. Vágod, Dave? Itt vehetsz a villager-től kövért követ. Üj, mutasd meg! Tényleg. Jaj, nagyon business guru. Szerintem az egyik drágább. Te, és ez akar? Te levegőben volt. Hát az a helyzet, hogy ez egy ilyen olyan játék, ami túlélős, survivoros, posztapokaliptikus. Hogy mi a sztoria, azt nem tudjuk, úgyhogy ezt kéne földeríteni. A sztoria annyi igazából, tehát felolvasom, hogy annyit tudhatunk meg, hogy várjál, lehet, hogy csuklani kell, de lehet, hogy nem, de na. Emlegetnek, de tehát, de már egész nap. Tehát 1085 van. Solar Flares, tehát az nem tudom mit jelent, de gondolom, hogy valamilyen, nem tudom elmondani magyarul. Az a lényeg, hogy ilyen földrengések, éhínségek, meg szárazság, meg ilyen egyéb dolgok, természeti katasztrófa sújtott a földet, és egy ilyen posztapokaliptikus cuccá vált. Az embereknek nem volt választása, de építettek vágod, egy Dave, ilyen... Dave, gyere már ide, hallod? De, ember, itt olvasom neki a sztorit, ezt izé. Jó, csak nem azért, mert találtam valamit. Itt van egy ebédlő, egy lunch. Hol vagy, merre vagy, mert hogy... Jövök, én itt közben olyanokat találtam, lehet, hogy rossz szobából kezdtük el. Tehát még az is megeshet. Itten, ó, így igazad van, így egyszerű volt, látod? Van benne minden, mi szemszám. Itt vannak a map, na. Story. Igen, map info, meg rules, meg story. A storyt azt elhozom, mert akkor lehet, hogy nem kell. Aha, ugyanaz, jó. Ugyanaz. Tehát igen, az embereknek nem volt más választása, ugye csak építettek ide egy izét. Egy bunkit. Aha, egy bunkert ide a föld alá, és... és ja, hát így kb. Ennyi. És ugye, hát izé, a problémákat meg kell javítani. Tehát igen. Gondolom ilyen szálasságot, meg ilyeneket meg kell javítani. Meg kell javítani. Beteszek mindent a sarkörcsészbe, jó? Meg kell menteni ugye az embereket, meg minden. Úgyhogy... Ki tudod venni a sarkörboxból a cuccokat? Igen. Na, akkor még a izé rules-t azt olvassuk el. Ha most kinyitod. Hát, hát benne van. Jaj! Átestem. Na, első, ez egy Survivor map, érez szabadnak, hogy kiüthetsz és lerakhatsz annyi és olyan blokkokat, amilyeneket is, amennyit csak szeretnél. Júj, de ez kínálkozik. Második, hát normál vagy magasabb nehézségi fokozaton játsz. Ez már megvan. Harmadik, ne használj cheat-eket vagy komandokat. Negyedik, 1-4-ig... tehát 1-4 emberig játsz ezen a mappen. Az is ötödik, if you are doing a video, make sure to put map. Tehát, hogyha videót készítesz, akkor győződj meg arról, hogy lerakod a linket a izébe. Jó, ezek ilyen izé, mert... igen, jó, tipikus. És a hatodik szabály pedig have fun. Évezzük! Na, akkor mégis van sztoria amúgy itt a dolgoknak. Hát van, persze, igazából. Van, akkor mégis. Úgy kell kijavítani a problémákat, hogy ki megoldjuk. Na és nézd, itt van ilyen quest, látod? Na, de várj, nem kéne annyira eltévedni. Igen, ugye ebben nem tudsz eltévedni, itt körbe-körbe lehet menni, merre mentél? Itt vagyok az ebédőben amúgy. Ja, jó, akkor nézd, gyere.
Uh-huh. Vagy... Várj, hova? Na, nézd, gyere! Itt vagyok az ebédlőnél, na gyere fia! Fia fattya! Na, na nézd, nézd itt... gyere! Nézd, itt van egy quest. Már most. Mindenhol vannak questek. Juana, Juana adja! És ilyen küldetéseket kell teljesíteni. Értem már, értem. Oly, nézd bele! Mibe? Adám dolgokat, a villagerbe. Ó, te, ja, hogyha megcsináljuk, gondolom a questet. Hát igen, na, elkezdjük ezzel? Kezdjük el ezzel, valamivel kezdjük el. Jó, kedves Juan, hey, I need your help, you see? Na jó van, elég lesz az angolból, tehát szia, szükségem, vagy hát, ja, szia, szükségem van a segítségedre. Amint láthatod, egy ilyen, nem tudom elmondani, de, tehát magyarul, hogy fordítják mit ezt, hogy izé, az elektromossággal foglalkozik. Villányszerelő. Villányszerelő. Villanyszerelő, igen. Villanyszerelő. Várjál, akkor lesz könyvűves inkább. Villanyszerelő ebben a kis bunkibe. És hát arról értesültünk, hogy ez a hely így szépen lassan kifut az energiából. Jaj, de kár. Szóval most már csak egy ilyen erőmag, tehát egy, ja, hát végül is egy ilyen erőmaggal még további 4 évre fel tudjuk fokozni a helynek a teljesítményét. Itt van, ja, megvan, az, ami azt kellene megszerni. Igen, az. Ez egy 54 darab jóság jár. Emerald, ja, aha. That's the approximations. És ez nem írja le, hogy hova kell menni? Good, vale. Love, but the surface is golden. Picsa! Már sok-sok éve itt vannak lent, és végül is az a lényeg, hogy a surface az a, hogy mondják? Jóság! A felszín. It's felszín. So dangerous. Tehát itt maradtak 6. For, stayed for 6. Igen. 6. Itt maradtak 6. That we did use to send in guys to search for power supply, but well, that tehát igazából valamit arra használtak, hogy embereket küldjenek azért, Marsra. Hogy hoztanak ilyen erőszuplájt, de tehát energiaszuplájt, és izé, hát nem Dave, jöttek már 2 darab villager is néz téged, mikor utoljára itt voltam, akkor még csak egy volt. Jézusom! Na értem, szóval ennek kell egy erőszuplájt. Térjünk már rá a lényegre. Igen, egy erőszuplály. Az a lényeg, hogy nem tértek vissza sokáig. Igen, és úgy nézel ki, tehát egy ilyen bátor típusnak nézel ki, vagy bátor személyiségű nézel ki. Júj, jó tudod, Júj. The last guy was heading for another world. Tehát az utolsó, hát emberünk, nem tudom, heading for... Egy másik vault, Egy másik bunkerbe van. Elment egy másik izébe, és... Bunkiba? Na, nem jött vissza, ott maradt. I feel that these other vaults are abundant, so feel free to take as much loot. Tehát az a lényeg, hogy úgy érzi, hogy ezek a helyek már kihaltak lettek, tehát így elhagyatottak mm-hmm. lettek, szóval szerinte szabad elmenni, és annyi lootot gyűjteni onnan, amennyit csak lehet. Hát akkor onnan kell erőszuplit hozni, igaz? Valószínűleg. Na hát ez egy olyan quest, ami tudja, hogy nem itt teljesíthető. Tehát ahhoz ki kell mennünk. Hát igen. És nem, nincs, ír semmit, hogy hol találunk erőszuplit? Hol vagy? Nem, nincsen semmi. Itt vagyok valahol a kóróknál. Kóróknál? Ott is van egy quest. Ahol elvileg. Aha, igen. Jó, sokat szór, és még ki sem mentünk, vágod? Nincs itt valami? Na igen, és én már szintén se tudok az éjségtől. Már annyira. Korog a poci. Na jó, akkor ott szerintem... valaki! Na. Hogy kell kimenni innen? Itt kell nézni, itt. Na hát akkor szerintem menjünk ki, de és keressünk ki. Megy. Ja, bocsánat. Nem tudtam, hogy nem tudsz rövni. Tetszik a talpa, Dávid. Milyen a talpa? Meg ne csikizj, állj, de nem jön! Lesz, itt rá, hogy nem agdia. Meg kell nyomni a gombot, Dév. Na nem mondtam! Oh, ne olyan sietem! Menjünk vissza! Aaaaaah, de ne!
Ó, de kár. Ezt nem tudod kikapcsolni, hogy a Creeper ne robbanja szét. Dave, Dave, kapcsold ki, hogy izé. Dave, kapcsold már ki, Dave. Jó, ne. Ne, Dávid. Nem tudom. Hogy beesett melléd a Creeper. Na, de Gamerule. Az falas kegyen, hogy dögöljenek csak. Ne, ezé, hogy kimegyek, kirohanok. De most már nem robbannak a creeperök? Már nem úgy robban, értem, hogy nem deformálja. Hol van itt szárazság? Várjál, megyek, csak ott vannak a skell... Mi? Hol van egy szárazság? Hát nem tűnik fel, hogy az egész az, kedves Dév. Itt egy tenger. De várjál, melyik vágok fát, aztán lehet onnantól kezdve horgászni, mert pókot azt ugye most töltem. Ügyes, van nálad... Úristen, te! Hát ez te. Most kicsit sivatagi lurkos után érzetem van, hogy őszinte igen, legyek. Igen, nekem is fölegezve az égségen. Na jó, menjünk. Ott szerintem már az lesz ott. Tehát először menjünk oda. Meg ott is van. De várjál, szedjünk ilyen kukoricadercét, meg ebből lesz a kukoricadercét. Mert ez ad valamit, botom kívül. Hát botot ad. Hát de azon kívül. Kukoricadercét. Na várjál, tehát egyébként itt vannak kemencék, és abban lehet, hogy van valami kukoricaderce. Kukoricadercét! Hát más nincs, Rotten Flash az van. Mégiscsak az ajtó. Van nyersdés. Disznóhús is. Disznóhús. Ó, az pókszem. Csak pókszemet. Karot! Tudunk kertész. Na mi van, neked csak pókszemet elt? Aha, sajnos. Ó, ne! Megyünk vagy oda, homokba, mert közelebb. Várjál, de hát én már nem tudok futni, te hogyan tudsz? Ja, bocs, most kezd. Meghaltam, te is dögölj meg inkább. Meghaltam, mondom, nagyon sivatagi utánézés. Tehát az a helyzet, hogy ezek a szerencsétlenek több éven keresztül a katasztrófa után itt full faszán túléltek, aztán jöttünk mi is fél pillanat alatt. Most, hogyha már találsz valami kaját, azt nekem adjad már, please. Itt a torta, egyéb belőle. Hol van? De hagyjál, emerald. Sok. Tehát se hagytam egy szeletet. Köszönöm. Jó, de menni. Na várjál, mert itt vannak ám ilyen dropper dolgok. Na várjál, chest? Van ahol? Itt vannak bukkok, meg egy balta. Ez jó lesz majd nehezebb idő. Nem tudom mire, ezt a izét ezt nem hozzuk el. A brewing standet el kéne vinni szerinted? Én nem tudom, most az helyzet, kicsit meg vagyok zavarodva, Dév, mert nem vagyok hozzászokva az ilyen pályákhoz. Hogy ugye úgy kell rajta... Ez mi? Dave, ez jacuzzi volt? Vagy mi ez? Fogalmam sincs, hogy ez mi volt, de én most elindulok megnézni ezt a másik izét. Elindulsz megnézni? Hol vagy? Gyere már! Hol vagy? Volt kint egy láda. Merre vagy, Dévetjünk? Ahol az előbb még kijöttél itt a jacuzzinál. Ne! Erre! Ja, ah, de ott is van egyébként valami most. Jó. Most ezt a power akármit, de Dave, itt van egy barlang, nem lehet, hogy a barlangban belül még egy ilyen valútra bukkanunk? Mert tudod, ezeket mindig így föld alá teszik. Tudom, hát azért nem mindig, na várjál. De. Hívjuk innentől azt a supplyt powerbanknak. Powerbank. Azt a kutya fája, na itt aztán lesz csak vaksötétség. Jaj, hát itt vaksötétség, de gomba is. Gomba? És ez mire jó? Ezt nem tudom nyersen megenni a krémet. Szerintem itt nincsen semmi amúgy. Nem, szerintem is inkább menjünk ki. De várjál már meg, nem megy ez már olyan gyorsan az én időmbe. Hát érsz. Nem, érsz, hát értszek, de ide majd akkor térjünk vissza, amikor már lesz cuccunk. Igen. Szerintem a répát el kéne ültetni, de először még nézzünk szét. Nagyon jó meglátás. Hát köszönöm szépen, én voltam. Szerintem első között szerepeljen az, hogy termelünk majd valamit, de nézzünk szét. És hol láttál még valamit ott? De szép ház. Meg majd arra. Szerintem azért ez... Ennek nem tűnik olyan nagynak a pályája, mint a izé. A sivatagi lőkés volt. Nem, azért nem, mert az... Igen. Nehezebb volt. Nehezebb. Ez már... Így megmondtad már most így az elején. Üha. Dave, lépcső nem működik. Elromlott itt a lépcső. Pártörtudás. Mi? Ott viszont van egy. Szevasz, Dave. Majdne! Semmi. Semmi. Üres. Üres volt nagyon. Nem üres egyébként. Mi? Ha jobban megnézed. Miért? Mi van benne? Kő. Jaj. Ezt már most kikapcsolom. Megijedtem, nagyon megijedtem. Ez full csutkán üres volt, Dave. Csutkán üres, de kő ez van. Csutkán üres. Na jó, mindegy, akkor menjünk el arra még. Hát várjál, nem megy ez úgy az én időmbe, hogy ez csak úgy. De amúgy nem építjük újjá ezt a házat? Vagy valahova le kéne telepedni, nem akarok mindig visszajárni oda a pórékhoz. Nem, én se, de... Valami...
Valami izé, lovat kellene megint szerezni, és akkor nem nagyon érdekelne az éjség. De csinálok egy kapát, azt elültetjük azt a répát, jó Dév? Dév, ezt már most megmondom. De nem most. Most meg. Fix helyként előtte. Hát azt mondom, hogy melyik házba telepedni. Olyan, mint egy gyerek, tudod? Először le kell hozzá telepedni, meg kell lenni az otthonnak. Először föl kell fejleszteni magunkat, és aztán jöhet a gyerek. Jaj, te, itt a nap az meg. Amíg magunknak nem tudunk enni adni, akkor a répát vagy tűcsolni szerinted. Hát de a répa, ez nem olyan, mint a gyerek, hogy így nevelgeted, mint egy kis kó. De ez pontosan ugyanaz. Egy kis így répa kell tenni. Répa Jankót nevelgetjük. De én nem bírom. Csinálunk neki szemeket is. Répa Jankó. Ő lesz a mi kis pulyánk. Répa Jankó. Ez már valamivel jobban néz ki. De várjál, ez elég ízése, OP-san néz ki, csak év lesz, mire innen eljutok. De nagyon este van. Nagyon este van, és kicsit félek. Jó kilátás. Úgy lol, nem baj, szerintem itt az éjszakát azt majd tölthetjük itt bent. Igen? Olyan mekkora robbanás. Hogy lehet ködös? Nem is emlékszem, hogy a Minecraft az ködös volt régen. Elnézek így a messzibe, és így ködbe látom. Eddig nem így volt. Eddig valahogy nem így volt. Na, ide be is törtem? Így? Jó szerűve? Szevasz, Dév, hogyha látsz kaját, add már oda. Nagyon éhes vagyok, koragapacok. Minden esetre itt egy autó. Miért nem lehet ezeket használni? Esküszöm, első dolgom az lesz, hogyha fogok csinálni ilyen adventure mapet, akkor vezethető, és itt használhatóvá teszek minden ilyen elemet. Milyen elemet? Te hát találtál valamit? Az autó, igen, nem találtam. Itt kéne letelepedni, de aludni kéne amúgy. Valahol kellene lenni egy rács. Itt egy easter egg. Itt egy easter akkor is. Hol? Ott, bent, itt ránéz egy Z. Z? És ez miért egy easter egg? Hát azért, mert... Húsvétítójás, ja. Hát de az, ott nem? Ott nincs semmi, gondolom. Ott fönt itt nincs semmi. De ágyat nem tudtunk szerezni? Úristen, nem. Ott sorfalat állnak az izék. Aztán hát miért nem szedted ki? Milyen szem? Ja, nem kellett nekem. Csináljunk kaját. Azt mondja, csak így, csináljunk kaját. Ó, szevasz, Creeper! Köszönöm. Creeper, ez Creeper, hello! Ne! Dév, hol vagy? Le! Leesett hozzád a Creeper, vigyázz! Észrevettem, de csak elment az ajtó mellett. Ott van, engem követ, rám van akaszkodó, szevasz. Dév, légy szíves. Most mit kéne még csinálni? Csukd be ott az ajtót, csukd be, bejön rajta! Bejön a cú! Úgy. Na, mit csütsz, kis szücs? Már semmit, de ezt viszont, na, tessék. Nézd, mit találtam, tiktojás. Tiktojás. Ó, tényleg, költözünk be ide, én azt mondom. Igen, ez itt elég faszányos helynek tűnik. Még 4 emeráldom van, hol van a táska, nálad van? Nálam van, de dobd el itt a tiktot. Persze! Nagy nehéz, fáradtságos munkával bepakolok ebbe a chestibe. Tényleg, dobd már be ide a tiktot. Hova? Na, ott a tojás, oké. Okay. Igen, hát bedobál. Jaj! Tík! Eugene! Tík! Eugene-ka! Hát te csak így, itt nézd a kis Eugene-t már, hogy szaladgál. Eugene. Felnőtt már most. Nem felnőtt, még baba. Szevasz, Eugene-jó. Mekkora tokán? Na várja, meg. Nincs, de úgy van. Na várja. Tudod. Horgászbotot, és igen. Kimegyünk pecázni, mit szólsz? Azért az nem megy olyan gyorsan, fiacskám. Van nálunk kő? Kő van nálunk. Jó, hogy kő, hol van kő. Crafting? Ott csinálok kartot. Tessék, csináltam neked Akkor utána majd megvédelsz engem, én meg majd pecázok, mit szólsz? Dév! Eugene-jó, nehogy elmenjél! Eugene-jó! Hol vagy, Dév? De becsuktam. Eugene-jó nem megy el. Eugene-jó. Kicsit be kéne majd úszni egyébként, hogy ne igen. Tudjanak ugyanak. Igen. Jaj, de pukkadnak meg fele! Jaj, nagyon... Pukkadnak meg fele. De tényleg így felfújjadnak, azt pukkadnak meg. Pukkadjál meg! Pukkadj meg! Van egy csomó fa, van-e minden? Úgy nem csinálunk tutajt? Nem lenne az? Tutajt. Itt csinálunk egy ilyen sorfala, várjál? Úgy akarok pecelni. Kerítsd el magunk. Igen, azt akarom amúgy. Faszálom. De tényleg ne tudjanak már hátba támadni. Klípölök. Addig fogjál. Dolgozzá. Dolgozz anyjuk. Jó van. Aztán fogjál valamit. A Eugene néhány pusztul itt nekünk. Szénért el kéne majd menni. De mennyire leszorom a Eugene-kát. De nem, Eugene! Eugene jó, legjobb tik a világon. Aranyos. Mi van? Mit nevetett ki? Lesz tikom a való életben, elnevezem Eugene-t. Ki az, aki háziállatként tikot tart most? Őszintén. Látunk kívül.
Nekünk van a szomszédban tik. Hát igen, nálam meg a mamámnál, de nem házi állatként tartjuk. Én gondolom ők se, de reggel már szokott kukorékolni. Ez a diós. Nagyon jó. Hát ez... srácok, én is reggel kukorékolni fogok. Ja, azt hittem kreatív vagyok, azt nyomom kétszer space-t és nézem vélem. Ne, kirántottam ugye? Ez az megvan. Kirántottam. Éppen elkezdtem fidget spinnerrel játszani, aztán jöttek apá. Még szerencsé, hogy kihúztad idő előtt délkőben, lett volna egy gyereknek. Na, van benn pár cik. Ott megy! Kirántottad, túl gyors voltál. Nem rántottam ki, ez volt a baj. De túl hamar, akkor kell, mikor lemegy. Akkor most egy kis peccel. Akkor kell, mikor... ott jön, figyeld! Úgy, mi ez? Úgy, pont ez, meg ne edd. Hát ne, hát gondoltam, a valóságban is elég mérgező, nemhogy a játékban. Pufferfish. Ott úszik, név, megy fölé, megy, most! Úgy, jó ki. Na, úgy, én is, úgy. Micsoda kapás, ide dobom, nem fogok ott messze ott izélni. Szenvedgetni. Hát nem tudom, visszadobjuk, ne dobjuk, nem dobjuk. Ussza. Ki tudja, még lehet lesznek rosszabb napok. Figyelj, volt már olyan, amikor a rohadt húzza be. Te mert más nem volt. Szerencsétlen pufferfi, rosszabb napok. A nehezebb időkben csak ő marad. Tényleg ez. De az, hogy itt van, te ott jön. Az felé megy? Mindkettőnk felé megy. De ez milyen ne, amúgy? Nem ezni a Eugene, nézd ide rá, vidd. Nintek, Eugene. És akkor meg lesz különböztetve. Csak kellene még egy tik, és akkor már lehetne két tikunk is. Ezt tudjuk szaporítani is. Lenne egy levághatatlan tik, az lenne a Eugene-ka. De én nem mondom, hogy lenne három, mert nincs is mi? Mag. Nincs mag. Szent igaz, szent igaz. Nem mondd azt te. Hogy így levegőt vesz. Nem mondd azt. Szent igaz, szent igaz. Jó. Igen. Hát jó van, na, nem ott jön már megint. Bang! Kicsíptem. Na, ez is ehető. Na, tök. De mi? Ez ehető a Raf Salomon? Mindegyik ehető, ami igen, a piros is. De lehet velük cicát szelídíteni. Lehet velük cicát szelídíteni. Ja, persze, majd bizonyos macskákra fogok éteni. Akikre eddigek. Nekünk is alig van, de hát a macska, hát az aranyos. Aranyos. Ez annyira olyan, mint ez a tipikus izé ember. Tudod, a hajléktalanok. Magát se tudja eltenni, de azért befogad egy kutyát. Hát ez nem befogad, szerintem a kutya is kóbor. Jaj. Hát igen, kóbor. Te itt hogy milyen fogás van amúgy? Amúgy szerintem ennyi elég is lesz az első részben, nem csináltuk túl sok mindent, csak megmutattuk. Szóval, hogyha szeretnétek ennek folytatást, akkor nyomjatok erre a videóra egy lájkot, iratkozzatok fel, és lessétek meg a leírásra, és ott van Dévetyűnek a csatornája, és az is, ahol ilyen menő zsidós cuccokat tudtok bevásárolni magatoknak. Zsidó voltam, itt voltam, ki ez Dévetyű, csök! Sziasztok!